Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor néznek minket adásban vagy ismétlésben. Egy olyan barátom jött el, nem miattam, hanem azért, mert Szegvári Kati lecsapott rá az interneten keresztül, akit nem mondom meg, hogy hány évtizede ismerek. Minden esetre egy nagyon érdekes pályaívnek a tulajdonosa Mihály Gyuri, amikor még bölcsészkarra járt, és mi még csak egyetemisták voltunk, akkor még én azt gondoltam, hogy valami afféle csepürágó lesz, mint amilyen magam is lettem, tehát hogy valahol majd az újságírás körül köt ki. Ám de, amiről híres lett, az az Intercom című nagyon, nagyon nyugatias filmforgalmazó cég volt az Intercom. Mindenesetre ő volt az első, aki élőben Magyarországon Andy Vajnával együtt dolgozott. És ne hagyjuk ki Gárdos Istvánt. Egy időben Hollywoodban is tudták, hogy ki vagy. Igen. Ugye? Igen. Nagyon viccesen, igen. Mert hogy mind, ez erről mind lesz szó, még nem eséld el, csak még el akarom mondani, hogy a második etap, ami engem nagyon meglepett, az az, hogy tulajdonképpen az ökoházat, azt ő kezdte el, sok lépéssel magház, a divat magház, előtt. Magház, ugye? Úgy hívták. Nem, a magház az más. Nem, az volt. Tök más a magház. Igen? De abba is volt részed, ugye? Igen. Az igen, csak befektetésileg volt, egy rossz befektetés. Na mindez, az ökoházat akkor kezdte el kipróbálni saját magán, amikor Magyarországon ennek még híre nyoma nem volt. És aztán, ami a magánéletével kapcsolatos, és engem meglepett, hogy viszonylag későn kóstolt bele a családi életbe, igen, és villámgyorsan lett három édes fiúgyermeke, és akkor majdnem azt lehetett mondani, hogy gyesre ment, mert hogy olyan intenzitással nevelte a három fiút, ami nagyon dicséretes, de ugyanakkor nagyon szokatlan volt annak idején. Aztán most legközelebb hosszú szünet volt a mi kapcsolatunkban, nem tudtam, hogy mi van vele, és legközelebb a Facebookon találkoztam vele, hogy itt bukkan fel a világ egyik pontján, másik pontján, harmadik pontján, viszont a Kati azt mondta, hogy hopp, ide hozza. Igen, mert mindjárt mutatjuk is a képeket, hogy hol merre járt, mert hozott egy pendrive-ot a képekkel, és nekem az jutott eszembe, miközben itt-ott bejelentkeztél, és nagyon érzéketesen írtad le, hogy hol vagy, hogy azért te se vagy már karon ülő, szóval nem féltél attól, hogy egyedül nekivágni, mi van, ha beteg leszel, ha rosszul leszel, ha megtámadnak, ha kirabolnak. Igen, ezt szokták nekem mondani. És hogyha erre hallgattam volna, hogyha félelemre hallgatok, akkor soha az életben nem indulok. De azon baromi nagy szerencsém van, hogy én néhány évvel ezelőtt elindultam egy ilyen önismereti úton, aminek a lényege az az, hogy a nézők láthatják mögöttünk a képeidet. Oké. Okay. A lényege az az, hogy minden, ami félelem, az csak a fejünkben létezik. Mi úgy mondjuk, hogy a bomlott elménkben. Mert a félelem az valami olyasmi, amit egy múltbeli emlék, vagy egy tanulás, vagy valamilyen szabályrendszerből kiindulva, az ember projektál a jövőbe. És az, amit a múltból a jövőbe projektálunk, az nem valóságos. Mert a valóságos és az, ami itt most történik, hogy felborítom a poharat, vagy nem. És amikor ezt így sikerült betolnom mélyre, akkor letettem a félelmeket, és azt mondtam, hogy ez mind tévedés. És ráadásul az én gyerekeim, akik már így nevelődtek, ezek csuklás nélkül elindultak. Az Ariel fiam elindult 15 évesen Spanyolországba egyedül, mert beleszeretett a spanyol nyelvbe, és kitalálta, hogy ő talál egy spanyol korfball csapatot, az egy kosárlabda féleség, és oda elmegy, és kerít egy családot magának, és majd ott megtanul spanyolul. És Bakker 15 és fél évesen elment, fölült egyedül egy repülőgépre, és elment. Akkor is azt kérdezte, hogy de Gyuri, nem féltitek? Nem, hát ez az ő dolga. A Mário fiam vett egy mély levegőt, és elment autostoppal Pilisszent Lászlóról Melbourne-be. Úgy, hogy engedélyezett magának 4 repülőutat. 8,5 hónapig volt úton, mert azt gondolta, hogy mindenki el akart menni Ausztráliába, és hogy egy repülőjegy árából ő 8 hónapig tud élni.
Pakisztánban, Iránban, Indiában, fölment közben a Himalájára, mert nem volt másfele repülőszal, és ezt is csak akkor lehet megcsinálni, hogyha az ember leteszi a félelmeit. És ez úgy letette, mint a szél, úgyhogy ahogy a harmadik gyerekem is elment és elkezdte a saját életét, akkor vettem egy mély levegőt, és azt mondtam, hogy én most ezt megcsinálom. Vettél egy lakókocsit, vagy vette, volt? Igen, az érdekes, mert hogy így fordítva volt, hogy én nagyon vágytam arra, hogy legyen egy lakóautóm, és vettem egy, hogy is mondjam, érettkorú lakóautót, némi esztétikai hibával, egy szépkorú, igen, lakóautót, és aztán azt nézegettem egy-két éven keresztül, meg csiszolgattam, meg javítgattam, mert nem költöztem bele, hiszen Európában télen olyan hideg van, hogy abban nem lehet lakni. És aztán pont egy éve januárban egy barátom meghívott Tenerifére, egy hippi lakásban laktunk kettel, egy grafikus barátom. Covid időszak volt. Az Covid időszak volt. Szoboszlai Andris, grafikus barátom, aki városokat rajzol, zseniálisan, ő mondta, hogy megy Tenerifére. Nincs kedvem ilyen? Mondom, de igen. És egyszer csak csöngve a telefon, hogy akkor jövő héten megyünk. Mondom, jövő héten megyünk, rendben van. És megérkeztem, és egy héten belül azt éreztem, hogy én otthon vagyok. Hogy én itt akarok élni. És aztán elkezdett bennem dolgozni azt, hogy 30-40-50 éve, ahányszor egy mediterrán országban voltam valamennyit, és aztán jöttem visszafele, amikor a repülőgépnek az orrkerek elszakadt a kifutópályától, akkor az olyan volt, mintha nekem egy darabkát kitéptek volna mondjuk a szívemből. És ez így lejött bennem, aztán egyszer csak elkezdtem látni azt, hogy rengeteg ember él lakóautóban. De hiszen nekem van egy lakóautóm, de hiszen ez egy olyan hely, ahol nincs tél, ahol nem kell fázni. És így tudod, ahogy ezek a látszólag összelem illő darabkái a világnak, egyszer csak a puzzle összeállt, és azt mondta, hogy ja, azért van nekem lakóautóm, hogy meg tudjam valósítani az álmomat, azért lett a mi kapcsolatunk a Rékával, a gyerekeim anyjával olyan, hogy mi támogatjuk egymást pont abban az életformában, amit a másik élni szeret. Hogy nekem legyen egy támaszom abban, hogy csináld azt, amit akarsz, mondta ez a csaj nekem őszülő hajjal. És akkor egyszer csak vettem egy mély levegőt. Ja, bocsánat, és a harmadik az, hogy én 5 éve készülök arra, hogy én csak számítógépen kelljen, hogy dolgozzak a cégeinkben. Tehát csináltam magamból digitális nomádot, összeállt az, hogy mehetek, megvan a támaszom hozzá, van hol laknom, megvan, hogy mit szeretnék, és hogy én bárhol leülök egy kávéházba, ahol van internet, vagy bekapcsolom a telefonon az internetet, el tudom látni a munkámat. És közben dolgoztál, miközben utaztál? Persze. Volt olyan nap, amikor nem, amikor sztrájkoltam, meg volt szabad napom is, de a rend az volt, hogy én reggel fölkeltem, kerestem egy kávéházat, mert az egyébként is kell, beültem a kávéházba, és akkor dolgoztam 4-6 volt, amikor 8 órát. Volt olyan, amikor... Akkor konkrétumokat, hol voltak ezek, hogy került oda a lakóautó, ha télen kezdtél bele ebbe az egészbe? Október 12-én indultam akkor el. Még lehetett aludni benne talán. Hát az első éjszaka a Szombathelynél volt, 6 fok volt. Az nem jó. Jó. És nem volt rossz. Röhögni fogsz, nekem ez tök jó volt, kiderült, hogy 6 fokban egy megfelelő hálózsákban nagyon jól lehet aludni. Fölkeltem reggel, 10 fok volt a lakóautó, beültem a kormány mögé, elmentem egy benzinkúthoz, ahol jó kávé volt, beültem ott, feloldódott a jég, ami bennem volt. Dolgoztam délutánig, és akkor mentem tovább. És akkor gyöngéden hívjuk úgy, hogy ezt 60 pluszos korodban kezdted el, ugye? Hát konkrétan 70 után. Én 70 voltam májusban, és 70 évesen is, nem tudom, néhány hónaposan indultam el. És akkor 5 hónapod van ebbe a digitális nomád évben a lakóautóval? Nem, a lakóautóban október óta vagyok, október, november, december, januárt azt nem számolhatjuk, mert itthon vagyok. Aha. De összesen 3 hónapja vagy. És megyek vissza. Na, mondd már az 16-án. Úgy mentem, hogy átmentem az Alpokon, Szombathely, Grác,
Filah át az Alpokon, és akkor megérkeztem Genovába. Az egy ilyen reveláció volt. Ott kiengedtél veledig? Hát az ott, igen, már nem volt hideg. Ott már nem volt hideg. Viszont retteltesen rossz volt a levegő. Az egy nagyon rossz levegői város, meg is fáztam, ami velem 10 éve nem fordult elő. Viszont ott volt már a tenger, és a tengertől én csak vigyorogtam folyamatosan. És akkor elindultam a tengerparton dél felé, és ameddig lehetett, addig a tengerparton mentem, keresztül Olaszországon, Franciaországon, aztán Spanyolország, egészen le Gibraltárig, és Gibraltártól 100-valahány kilométerre egy Uelva nevezetű városból indult a komp, ami átvitt a lakóautóval együtt engem Tenerifére. És november 27-én érkeztem. Te is közben dagad a kebelet, hogy büszke vagy magadra, hogy ezt megcsináltam? Nem, abszolút nem vagyok büszke. Én egyszerűen csak jól érzem magam. Én nem akarok senkinek megfelelni, én nem akarom azt, hogy megveregessék a vállamat. Én egyszerűen csak azt szeretném, hogy jól érzem magam. De mi a jó ebben? Hát gyere el és tapasztalj. Oké, rendben hát van. Hát egy csomó minden van benne. Az egyik az, hogy mozgok. Én egy csavargó vagyok. Talán emlékszel, kiskoromból én egy hobó vagyok alapjában véve. Aki rövid szüneteket tartott, amikor csináltak belőle vállalatvezetőt, meg csináltak belőle apukát. De elég akkor hitelesen alakítottad az általam ismert szereteidet. Igen, mert szeretem, sikeres azt is vállalatvezető voltál, az Intercom az nagyon jól működött. Igen, de aztán amikor összevesztem a Vajnával, és éppen jött az első gyerekem kifele a pocakból, de ez így hetek ben lehet mérni a különbséget. Pedig nagy szimbiózisban voltatok a cégalapításkor. Hát hogyne, hát ez egy olyan csodamester, ahol olyan mérhetetlenül sokat tud, annyira elismerik a világban. És olyan támogatást kaptunk, hogy még egyszer mondom, nem én, engem hívott a Vajna meg a Gárdos István, a Gárdos Péternek az öccse, hogy legyek én a harmadik ebben a buliban. Én úgy kerültem oda, mint Pilátus a krédóba. És az nagyon jó volt egy ideig, és aztán egyszer csak, egyrészt a Gárdos fogta magát és meghalt, nagyon fiatalon. És nekem az egy iszonyú törés volt, mert ő olyan volt, mint a testvérem. Mi együtt csináltuk bizonyos dolgokat. Ő tudott nagyon jól bizonyos dolgokat. Én tudtam valamennyire. És úgy kiegészítettük egymást. És volt egy pont, ahol mi a Vajnával szembeszegültünk, mégpedig akkor, amikor nekiállt kaszinókat csinálni. És azt mondtuk neki, hogy figyelj, Andy, ezzel te összepiszkolod magad. És onnan kezdve nem szeretett minket. És elkezdődött egy olyan folyamat, amikor elfogyott a bizalma, először bennünk, aztán elfogyott bennem, és a vége az lett, hogy miközben én majdnem belepusztultam abba, hogy az István meghalt, és én közben egy iszonyú, nagy, erősödő vállalatot építettem, aközben ő elkezdett attól félni, hogy én tökreteszem azt, amit építettem föl neki. Mindegy, ez így elmúlt. És amikor kiléptem az Intercomból, akkor ugye hívtak mindenhova, itt az RTL klubba, a TV2 vezetőnek, HBO, Central Europe, mit tudom én, hova. Az lehet olyan logikus, hogyha az iparágban maradsz. Igen, és egyiket sem vállaltam el. Az RTL azt tetszett, csak ott volt egy olyan bibé, hogy kiderült, hogy én nem vagyok nagyon flott, amikor a politika képviselőivel kell együttműködni, kicsit merebb vagyok és szögletes. És akkor hazamentem. Kaptam egy kis pénzt a részemért az Intercomból. Megszületett a gyerekem, és hát ilyen hihetetlenül boldogan otthon maradtam gyesen. És ezt csináltam jó hosszú ideig, legalább 2 gyereket a 3-ból. És közben egyáltalán nem dolgoztam? És nem dolgoztam semmit, mert megengedhettem magamnak. Hála Istennek, meg annak, hogy az Intercom ilyen flottul működött, volt annyi pénzem, hogy a 3 gyerek iskolái alatt nem csak, hogy nem kellett dolgoznom,
nem csak, hogy nem kellett pénzt kerestem, hanem megengedhettem magamnak azt, hogy önkéntesként az ő iskolájuknak a menedzsmentjében részt vegyek, mert hogy mi alapítottunk egy Waldorf iskolát egy pici faluban, Pilisszentlászlón, többet magunkkal. És az úgy kitöltötte az életemet. Az a pénz, ami ott csücsült a bankszámlámon, az nagyon jó volt, hogy mi nagyon szerényen éltünk belőle, és pont addig tartott ki, ameddig a gyerekek ki nem kerültek az iskolába. Nézlek, és közben keresem a papád arcolásait, akit én nagyon szerettem. Nagyon sok interjút csináltam Mihály Andrással, végigcsináltam az opera ilyen interjúkkal, a step by step, ahogy az operaházat újjáépítették, hogy mit hoztál tőle ott? Mert az egyik testvéred, ugye, illetve a testvéred az zenész, és te? Igen. Papád fantasztikus, mozsikus volt, sokoldalú. Hát igen. Mihály András, mondjuk ki a nevét. Hát és akkor Mihályt, amit is említsük meg, igen, azért mondom, hogy a testvére meg zenész lett, de te igen, nem? Igen, meg omegás. Nem, én rossz hangszert kaptam, nem rossz. Egy olyan hangszert kaptam a kezembe, amiben nem passzoltunk össze, hegedülni akartak tanítani nekem. Nagyon jó a fülem, és méretetlenül lusta vagyok. Ez meg a lehető legrosszabb konstelláció az, hogy az ember megtanulja hegedülni, ahol 3 évig kell nyüstölni a hangszert addig, ameddig egy normál hang kijön belőle. Nem sikerült, viszont menedzseltem mindegyiküket. Meg aztán az első feleségemet is menedzseltem zenészként, szóval én nagyon sokat tanultam tőlük, hoztam sőt, a zenei kultúrát. Queen együttes is volt valami kapcsolat. Hát volt egy időszak, amikor a Hegedűs Lacival, a multimédiával dolgoztam együtt, ő meghívott engem filmes televíziós ügyek igazgatójának, és akkor egy csomó koncert, ilyen óriás koncertnek a létrehozásában benne voltam, és egy csomó koncertfilmet, meg turnéfilmet csináltunk. Mik a Queen filmet is te csináltad? A Queen film volt az első, amire azt írták ki, hogy producer. Igen, azért. Igen. És te találtad ki, hogy énekelje el a Freddie Mercury a tavaszi szélvízet árasztott? Nagyon sok anyukája, meg apukája van annak nem az ötletnek. Nem állsz be a sorba? De belállok a sorba, de nem merem kimondani, mert én annyira hülye vagyok, és olyan jó történeteket találtam ki a múltammal kapcsolatban, hogy megpróbálom. Hogy az igaz történeteket elhallgatom? Itt tudom, de nem tudom, hogy igaz-e. De a zene az fontos az életedben? Volt. Olyan fontos, mint a testvéredé, apukád? Nem. Én olyan nagyon érdekes módon működöm, mert amíg zenészeket menedzseltem, addig nagyon intenzíven fogyasztottam zenét, és akkor kiléptem belőle, akkor utána abba hagytam a zenefogyasztást. Aztán amikor volt ez a korszak, hogy nagy turnék, meg ezek a nagy koncertfilmek, akkor megint nagyon intenzíven voltam benne. És aztán volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy én soha többet nem akarok sztárokkal együttműködni, face-to-face együttműködni, mert borzasztó sok energiámat veszik el. És akkor jött a Vajna, és azt mondta, hogy gyere filmet forgalmazni, és az első kérdésem az volt, hogy ugye nekem nem kell művészekkel foglalkozni, dehogy is, hát csak filmgurigákat kap. És amikor apukád az operáz igazgatója volt, akkor az opera az valamiféle szerepet játszott, vagy nem rajongtál érte? Ott aztán voltak sztárok rendesen az ő idejében. Hát, Kati, persze, ott voltam egy csomó előadáson, meg ott voltam egy csomó ilyen nagyon izgalmas produkciónak a létrejöttekor, de inkább úgy, hogy apa mesélt otthon arról, hogy hol tart éppen, és hogy mekkora küzdelem azt elfogadtatni valahol odafönt, hogy mit tudom, a Presser ír, vagy az, hogy egy ellenzéki orosz rendezőt, a Ljubimovot elhívta, ami önmagában egy ilyen volt, csontok törtek, hogy őt micsoda rendhagyó előadást csinált. És zseniális előadást csinált, úgy vörös vagyok tőle. Fölvitte a zenekart a színpadra, én láttam. Igen, marha jó volt. De ezek nekem, igen, szóval nagyon izgalmas volt az ő környezetében élni, meg nagyon izgalmas volt úgy az ő környezetében élni, hogy az ő barátai azok az akkori magyar értelmiségnek a legkiválóbb képviselői voltak.
nekem az egyik fogadott nagypapám az Elk Zoltán volt, a másik a Déri Tibor, mert igazi nem volt egy se. Nagyon jól ment neked azért. Az nagyon jól ment, ezért aztán nem tanultam meg focizni, mert inkább ott ültem és tátottam a számot, hogy mit csinálnak az apámék. De ezek úgy, én nem vagyok egy igazi értelmiségi, én bennem nincs meg az a hihetetlen tudás, ami az apánkból jött, és amit a Tomi is hordozott magában zenészként, kultúremberként. És az nem fájt neked? Nem fájt, hanem hogy nem hiányzott neked az a ami körülvette az Omegás Mihály Tomit? Tehát, hogy mindaz a népszerűség, mindaz a siker, az a típusú siker. Egyrészt én voltam a kismisi. Szóval kaptam belőle. Amire hullott, azt össze tudtad csipegetni? Persze, összesepergettem magamnak. Másrészt hihetetlen sokat tanultam tőlük, és aztán egyszer csak lett belőlem a három nagy magyar rockmenedzser közül az egyik, szóval én azért ebből profitáltam, csak egy másik. Már látom egyébként, módján. Hogy az ökoházra egy perc se fog jutni, hogy nem. Hogy miért találtad fel az ökoházat? Azért azt én szerintem, én tőled hallottam erről először passzív életemben. Passzív ház, oké, okay, akkor passzív. A passzív ház egy olyan épület, amiben nem kell fűteni olyan. Igen, jól. Már most van 13. Geotermikus energia, vagy nem, mi az? Nem, az nem érdekes. Nem. Azt, az ott mind nálunk csak a 13. emberben van passzív ház. Hát most már van elég sok belőle. Az egyszer olyan, mint egy termosz, hogy ha egyszer beletöltöd a meleget, akkor nem jön ki belőle. És nekem ez azért kellett, mert amikor építettük a Duna Plázában a mozit, akkor én féltem attól, hogy ha nem jönnek a jó filmek, akkor a gatyámat ki fogom fizetni fűtésre télen. És elkezdtem erre egy műszaki megoldást találni, amit persze a Duna Plázának a tulajdonosa nem vett meg tőlem, és ők fizették ki a gatyájukat végül is üzemeltetésre, de én közben megtanultam ezt a technológiát, és volt egy pont az életemben, amikor nekem kellett házat építenem Piliszent Lászlón, és akkor hozzáforgattam egy filmet arról, hogy hogyan épül egy passzív ház, nem, hogy hogyan épül egy családi ház, és akkor azt mondtam, hogy de összeszedem hozzá a legkorszerűbb technológiákat, hogy lássák az emberek, akik ezt nézik, hogy mi mindent képes az építőipar nyújtani. És ez 30 évvel az energiaválság előtt volt? Hát 2005-ben. Hát akkor igen. Nem 30, csak 27. Igen. De mondjuk az, aki ebben a házban most lakik, mert már nem mi lakunk benne, az azóta is csokkolgatja a kezemet, mert hogy... Azt eladtátok, aztán... Eladtuk, tavaly előtt eladtuk, mert nagy volt, és a gyerekeink nem laknak ott. Ez egy 300 négyzetméteres ház, aminek a teljes rezsie most is 40 ezer forint. Ó, te jó Isten! Fantasztikus. Mondd, mert már nagyon kevés időnk van, és azt mondtad, hogy újra útra kelsz, és akkor most mi a cél? Megyek vissza a Tenerife-re. Ugyanezen az útvonalon? Nem, repülök, ott maradt a lakóautóm. Ja, ott maradt az autó. Igen, aha. Igen. Én azt ilyen bázisnak tartom, és aztán jövök, megyek, mert nekem azért van két működő cégem is. Én könyveket adok ki, a Fahid Éva könyveit én adom ki, aki nekem nagynéném, és... Neked nagynéni a Fahid Éva? Igen. Ez fantasztikus. És hát egy csoda, és egy olyan csoda, hát aki... Ő egy olyan értelmes biológiai csoda, hogyha valakinek a mentalitása ilyen tud maradni, hát az valami elképesztő. Igen. Szerintem ennek a tévének a tudják, hogy ki a Fahid Éva. Igen, és a másik, amit remélhetőleg szintén fog tudni az a tévé, hogy én falafelgyártok. Belevágtam pár évvel ezelőtt. Azt hittem hülyéskedsz. Nem hülyéskedek. Nem. Hol gyártad ezt? Vagy? Ezt egy gyár gyártja az én receptúrám alapján, és most már 5 országban eszik a falafel. Mert annyira jó, vagy hogy mert olyan jól sikerült. Olyan jó. Igen, ez egy por. Nem hoztam semmit. Nem, de fogok nektek hozni, Becsút. Hát, ez ráutaló magatartás volt, amit csináltam. Nincs egy falafel étterem például? Azt nem csináltál? Van olyan étterem, aminek nem mondhatom ki ugye a nevét. Én nem golyókat, én egy port gyártok, ja. Amit csak forró vízzel összekeversz. Meg összegyúrod és kisütöd, és lesz belőle egy, hát tök véletlen ez is, lesz belőle egy olyan minőségű falafel, ami tök olyan, mint a friss. És nem várjál, valami... és otthon a konyhába porcióztál, vagy hogy? Honnan jött? Igen. Honnan úgy, jött a tudás? A tudás az onnan jött, hogy amikor a gyerekek kicsik voltak,
ugye iskolában jártak, akkor a Réka tanított ebben a Waldorf iskolában, a gyerekek anyja, a feleségem. Én otthon voltam, és főztem minden nap a gyerekeknek. És én főzök kínait, meg indiait, meg arabot, meg tájt, meg mit tudom én, micsodát. És a Réka meg csak ilyen nagyon egyszerű dolgokat szeret enni, leginkább sót sem tesz a kajába. A gyerekek persze két pofára zabálták, de a Réka ott hagyta. És akkor volt egy nap, amikor egy rácsaptam az asztalra, és azt mondtam, hogy addig nem állsz fel az asztaltól, ameddig nem mondasz valamit, amit szeretsz, és amit én meg tudok csinálni, és a gyereknek. És ez lett a falafel, amit én nem tudtam készíteni, de nekiálltam pancsolni, pancsoltam 3 hónapot, lett belőle egy olyan, amire azt mondták, hogy hú, megcsináltam, ettük, és aztán egy iskolai rendezvényen, ilyen jótékonysági rendezvényen csináltam egy nagy adagot, a rendezvény résztvevői vettek belőle több mint 160 pitát, hihetetlen siker lett belőle. Levédetted ezt? Nem lehet levédeni, ugyanúgy nem lehet levédeni. Recepteket nem lehet levédeni. Hát nem egy pici, persze, egy kicsit alakítasz rajta, akkor nem működik. De hát ezt nem, ebből nem lehetett forgalmazni való cuccot csinálni, mert nagyon gyorsan megromlik. Ez volt 15 évvel ezelőtt is. 2-3 évvel ezelőtt egyszer arra ébredtem föl, mert ugye ez motoszkált bennem, hogy ha van Nesz kávé, akkor van Nesz falafel is. És megint addig pepecseltem, ameddig rájöttem arra, hogy hogy lehet ebből egy szárítmányt készíteni, amihez csak vizet tölt az ember. Ezt is otthon a konyhában? Otthon a konyhában, heroin mérleggel, persze, mert kicsi mennyiségben kell, és akkor a pici mennyiségekben nagyon kevés fűszer mennyiségek vannak. Úgyhogy van egy olyan pici mérlegem, mint amilyen a marihuána kereskedőknek is van. És addig kísérleteztem vele, ameddig lett belőle egy olyan, amit, hát mit tudom, van egy olyan osztrák partnerem, aki raklapszámra veszi. Van olyan magyar partnerem is, aki raklapszámra veszi. Nem tudom kimondani a nevüket, persze természetesen. És vannak kicsik is, meg vannak emberek, ezt alapjából éttermeknek csinálnak. Hát ez baromi érdekes. És annyira szeretem. És hogy jártatok? Annyira szeretem. Mondtál? Ez egy élelmiszeripari üzem, aki... Magyarországon? Magyarországon. Most még csak Magyarországon. Aki most már rendesen megél ebből, mi? Hát nem, ez nekik azért még mindig csak egy icipici része a dolgoknak. De téged már eltart Tenerifén. Engem eltart Tenerifén, és úgy néz ki, hogy úgy hízik, hogy lassanként kell gondoskodni arról, hogy hogyan tud növekedni. És Tenerifén már eszik ezt? Hogy? Tenerifén már eszik ezt? Nem, Tenerifén nagyon messze van ahhoz, hogy oda lehessen vinni, mert a szállítás az többbe kerül, mint maga. Betanít lesz egy cég. Hát majd, hogyha követelik, és lovasrendőről sem lehet ellenállni, akkor majd Tenerifén. És miért akarsz egy másik országba élni, hogy több napsütés, vagy mi? Napsütés, mosoly, inspirálóan egészségesek az emberek, szóval amikor fölébredek a tengerparton, a lakóautóban, és kilépek a sétányra, és ott a mi korosztályunk erőltetett lépésekkel járja a 10 000 lépését, és olyan formája van a csajoknak is, meg a pasiknak is, hogy 70 évesen, meg 80 évesen nőnek, férfinek nézik őket, az annyira inspiráló. Szóval az, hogy az ember a szívgyengességből egyszer csak rájön arra, hogy el tudok veszíteni, elvesztettem majdnem 10 kilót a 2 hónap alatt, amíg leértem. Hoppá, bizony. És úgy, hogy nem figyeltem oda. És megérkeztem, és ez egy hegyes vidék, Tenerife, ez egy vulkáni sziget. És egyszer csak mondom, hogy hoppá, hát föl tudok menni az emelkedőn, anélkül, hogy a nyelvem a térdemet verdesné. Jé, meg leesik a nadrágom. És ez olyan jó. Lassan letelik az idő, de nagyon vonzó volt ez a 10 kiló elvesztése. Menjél vele. Megyek. Gyere, persze. A Facebookon továbbra is szeretnek posztok, úgyhogy igen. Akit érdekel, az nézheti a folytatást. És termék megjelenítésnek hangzott ez a falafel és a Tenerife, de nem azt akartuk, hogy vegyenek lakóautót, és menjenek Tenerifére, mert azért nem mindenkinek jön be.
Én szerintem ez mindenkinek bejönne, de hát persze nem mindenki tud digitálisan dolgozni. Vegyenek két botot és Nordic Walking, ez a cél. Figyelj, 70 évesen már van, aki nem is dolgozik, képzeld. De én meg 15 évet nem dolgoztam, csak önként. Nem akartalak lebeszélni, hajrá! Én baromira élvezem ezt. Nekem nagyon szép az életem. Mi is élvezzük az a helyzet. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és legyen neked még nagyon jó ott. És várjuk a további tudósítást. Köszönöm, hogy meghívtad. Virtuálisan veled utazunk. Liba zsír lesz a jövő héten is. Kijön? Na, kijön. Bőszanet jön. Az már 19-e? Nem a jövő héten, nem. Ő jön. Nyugi. De a 12-e, bocsánat, igazuk van, bőszanet, igaza van, úgyhogy... Hát, többnyire. Mindegy, ez a neki sérvet ezért megjegyezni dátumokat, neveket, ezt mondom magamnak, mert úgyis valahol... De hát erre tartasz engem. Meg úgy sincs jelentősége. De hogy nem annak, hogy ki jön, annak mindig van jelentősége. Az miért? Hát legfeljebb valaki másról beszélget. Ja, igen, ez így van. Majd esetre ma élvezni. Jó, hogy itt voltál, köszönjük szépen. Köszönöm, én is nagyon élveztem.